Sziasztok, Tomi vagyok. A csatornán már nagyon régen volt Adwolf Rollerekről bemutató, úgyhogy elmentem a Futurerhez és elhoztam a legjobb Adwolf GT SR Eltomas Rollerét. Úgyhogy tartsatok velem a mai videóban, ő lesz a főszereplő. Külsőre egyetvelő különbséget nem fogtok találni a korábbi GT verzióhoz képest. Amennyiben érdekel a korábbi generációs GT, kérlek kattints fentre és megtekintheted a teszt videót. Ebben a modellben is megkapjuk a Bluetooth egységet, amihez tartozik egy applikáció, ami az Adwolf Connect nevet kapta. Ha használtan vásároltok Bluetooth egységgel ellátott Adwolfot, ami már regisztrálva volt az applikációhoz, akkor sajnos nem lesz könnyű esetetek az újrapárosításhoz. Ebben az esetben írni kell egy levelet az Adwolfnak, hogy légy szíves töröljétek a párosítást, és csak ezután tudjátok párosítani a használt elektromos rollereteket. Ez alól persze kivételek az új elektromos rollerek. Ennek leginkább a biztonság az oka. Aki ismeri az Adwolf rollereket, azok tudják nagyon jól, hogy az Adwolf mindig is nagy hangsúlyt fektetett a biztonságra, vagyis itt nem lehet semmiféle mókolást megoldani, sem szoftveresen, sem pedig máshogyan. Na de ez így van rendjén, ezért is tökéletesek az Adwolf rollerei. Tempomatot pedig továbbra se keressetek, mert sajnos az Adwolf ebbe se rakta bele a tempomatot. Ez nekem és azoknak, akik nagyon sokat rollereznek, fájó pont lehet, de vannak, akik abszolút nem is hiányolják, mert sosem szerették használni a tempomatot. Szerintem ezt döntsétek el ti, hogy nektek fájó pont vagy sem, nekem minden esetre az, mert én nagyon sokat szoktam menni. Megtalálhatjuk a szokásos kezelőfelületet, a dobféket, a bivajerős motorféket és persze a 700 wattos motort. A korábbi GT verziókban 10,5 amperóra kapacitású akkumulátor volt, de ezúttal az Adwolf lecserélte 7,8 amperórás akkumulátorra. Igen, tudom, most sokan fogjátok a fejeteket, ahogyan én is tettem. Ennek megvannak az okai, lítium hiány kezd kialakulni, és próbálnak a gyártók más alternatívát megoldani, meg persze gondolom az is közre játszódhatott, hogy olcsósítani akarták a rollereit. Hiszen ne felejtsük el, megszűnt a Booster V és az S Plus is, vagyis most már csak a Booster ES van és a GT SL-t tudjátok megvásárolni. De ismerve az Adwolft, mindig megcsavarják a sztorit. Ez igazából most sincsen másképpen, az ügyes mérnökök addig-addig reszelték a kontrollert és a fogyasztást, hogy igazából nincs is nagy különbség a 10,5 amperórás akkumulátorhoz képest. Mindössze alig pár kilométer a különbség. Leteszteltük egy 115 kg-os emberkével, 41,5 km volt a sebessége, és 21 km-t ment el alatta. Ez azt hiszem egész jónak minősül, vagyis hogyha 60-75 kg-os emberke vagy, akkor valóban már csak pár kilométer különbség lesz a nagyobb akkumulátorhoz képest. És igen, ezt hívják profizmusnak. A mérnökök nagyon oda tették magukat annak érdekében, hogy kisebb kapacitású akkumulátorral is viszonylag nagyobb hatótávolságot tudjunk megtenni. Itt még nincs vége a dolognak, igaz, a dobfék az nem egy újdonság az Adwolf rollereknél, szerintem túl sok értelme nincsen, én sose szerettem, sose használgattam, viszont arra jó, hogy fekete csíkot húzunk magunk után az aszfalton, vagyis lehet vagánykodni. Hurrá! De az igazi fejlesztés, ami szerintem számomra is és a ti szemszögetekből is jobb lehet, az pedig a motorfék. Akik használtak korábban Adwolf rollereket, megtapasztalhatták, hogy jó, hát a motorfék az úgy jó is volt, meg nem is, de sok esetben tényleg kevés volt. Most itt a GT SL-nél már annyira brutálisan erősen sikeredett a motorfék, hogy tényleg nincs már szükségünk semmiféle fizikai fékre, sem sárvédőfékre, sem semmi másra. Higgyétek el, menjetek el és próbáljátok ki, mert egyszerűen nem fogjátok elhinni, hogy mennyire durván erős lett a motorfék. Telefonos applikáció ehhez a rollerhez is van, egyszerű, letisztult, túlzottan sokat nem tud, de sebességlimitálást, jelenlegi sebességmutatást árt, lámpa kibekapcsolását, zero start funkció kibekapcsolását és a járgányunk lezárását lehet vele aktiválni. Én jobban örültem volna egy fogyasztás mérőnek, hiszen ez már mégiscsak a GT, itt mégiscsak nagyobb erők mennek el, és én örültem volna, hogyha láthatom, hogy hol mennyit fogyasztott a rollerem, és esetleg mennyit töltöttem vissza. De ne legyünk telhetetlenek. Az Adwolf mindig is azt akarta mutatni mifelénk, hogy ők egy tök egyszerű rollert szerettek volna megépíteni, ami tökéletesen használható a mindennapokban. És valljuk be őszintén, ez sikerült is. A hátsó kerék is másabb lett. Persze ott helyezkedik el a dobfék is, ami tökéletesen teszi a dolgát, hogyha valakinek erre van igénye, emellett a gumik jobb bordázást kaptak, és itt rá jobban is tapadnak az aszfalton. Ami pedig a súlyát illeti, 13,2 kg, ami még mindig verhetetlen a piacon.
Persze a töltési idő sem maradjon ki, mindössze 4 óra. Vagyis, hogyha mondjuk elmentek ebédelni valamerre, és elviszitek magatokkal a töltőt, ami egyébként ventilátoros, tehát aktív hűtéses, akár 1 óra töltési idő alatt is egész nagy mennyiséget tudtak beletölteni a rollerbe. Az Atwell megint megmutatta magát, hogy igen, kisebb akkumulátorral felszerelt verzióval is felveszi a versenyt a piacon. Szerencsére egy olcsóbb is lett a roller, így azok is hozzájuthattak, akik esetleg drágának találták volna eddig a rollert. A Bluetooth egység, a Class fékrendszer, a hordozhatóság, a gyors tölthetőség magas szintre emeli az Atwell családot. Ne felejtsük el, hogy a Booster V és az S Plus sorozat megszűnt. Így az Atwellnak már csak 2 darab rollere van a piacon, a Booster ES és a GTSL, vagyis egy belépőszintű és egy profibb szintű elektromos roller. Nos, ez volt a legjobb Atwell GTSL. Tartsatok velem legközelebb is, várlak titeket a Facebook csoportba, ha bármi kérdésetek lenne, akkor azt nyugodtan írjátok meg a komment szekcióba. Várlak titeket legközelebb is, sziasztok!